Sziasztok, én Dévék, és ez nem más, mint a World of Mystery, ami a Bug Simulator fejlesztőjének egy új játéka, amit már ott ugye be is promózott nekünk, amikor legyőztük a Yetit talán először, már nem emlékszem pontosan. Hát én nagyon-nagyon pozitívan állok hozzá ez a játékhoz, mint ugye a Warnet Life-hoz is nagyon pozitívan álltam hozzá, mert szerintem benne lesz az, ami azokban benne volt. Hoppá! Ott is vagyok! Itt meg ki tudjuk választani, hogy hát igazából milyen neműek vagyunk, meg... milyen a bőrszínünk? Ettől többet nem, de figyelj! Én egy ilyen standard srác leszek, most nem lehet ezzel mit csinálni. Nerva, hello! Hogy magyaráz? Oda néz, nem lehet leállítani. Hello Dave, az én nevem Nerva. Hello, hello! Én egy természetfeletti detektív vagyok, azért jöttem, hogy segítsek neked. Úgy hallottam, te vagy az új nyomozó, akit ide rendeltek, hát... nem tudom én mennyire vagyok nevezhető nyomozónak, de oké. Mint hogy hallhattad, rengeteg misztikus ügy van itt a városban, és hát az esetek száma is megnövekedett drasztikusan, szóval a segítséged nagyon jól fog jönni. És menjünk az office-ba, kérlek, próbálj meg követni, hogyha tudsz. Ez nehéz első feladat lesz, de megpróbáljuk. Hogyha elvesztél, check the minimap. Oké, meg lesz. Hoppá! És ott is vagyunk. Third person a játék. Azt figyeld, hogy szalad! Rendesen bedől előre. Csánerva, én leszek ott először az office-ba. Hát, itt autókat előzünk meg. Itt a térkép. Wow! Oké, ez tényleg nagy. Szóval igen, third person, ami hát egészen más, mint például a Bugs Simulator volt, de nem azt jelenti, hogy baj lesz itt. Már itt van nekünk Nerva, szóval nincsen semmi baj. Te ki vagy? Te biztos egy misztikus lény vagy, akit agyon kell verni. Hát akkor mégsem. Jó, akkor itt az office, detektív, főhadiszállás. Szeva. Van itt minden portaszolgálat, meg egy detektív. Vagy helyi sheriff, nem tudom. Ne mondjad, Mizu. Tudtam én, hogy jó vagy, hát ide találtunk, úgyhogy követtük. Hát ez komoly első teszt volt, mi lesz a következő? Be tudom rakni a kanalat a számba. Itt kapunk missionöket. Bent vár a főnök. Ho-ho-ho, neki lesz az, csak nem Lukitó az. Ó, oh, nem. Ő a főnök. Csá! Igen, ez a bajusz, az nagyon főnökös. Jó, Dave! Ilyen lazába tolja a főnök. Végre találkozunk, már vártam rá, de mi voltunk az egyik legjobbak az akadémián. Haha, az a kis fakarddal, nem csodálom. Kemény fel vagyunk készülve. Oké, viszont Ervához ő fog minket hát igazából kócsolni még így a legelején. Közben megy a könyvelés, papírmunka. Minden rendben van, remélem. Ja, hát persze, Warnet Life-val játszik, hát mi mással. Aztán meg majd a számlákat beküldi a napnak, aki akarja. Ő meg csak nézi. Ott meg a Bugs Simulator, meg a másik monitorod is. Megőrülsz. Ja nem, ez itt hátul Warnet Life, az meg Bugs-o. Aha, csak máshol. Még itt csak izék vannak. Műanyag asztalok. Kezdő, amatőr. Na mindegy, én is így kezdtem, így tovább. Mi legyen Nerva? Miért nézek ennyire furán oldalra? Nem akarok Nerva szemébe nézni? Itt valami van a levegőbe. Először is az istálóhoz kell menni. Gárdal ott fogunk találkozni. Van valami a számodra. Oké. Már megyek is. Ível Quest Journal, ahol nagyon jól összefoglalja nekünk a dolgokat. Chapter 0. Hoppá, ez a bevezetés. Nerva, remélem jobb detektív vagy, mint hosszú távfutó, mert ezzel még gyakorolni kell. Van ott fel egy pacikon. Ha megnyom az X-et, akkor... le van lokkolva. Micsoda, mik azok a mountok? Kutya, ló, ufó, micsoda, jegesmedve, veszpá, seprű, teknős, Bugs-o kiskocsi. Azzal fogom csapatni. Atya világ, Andy. Andyre is fel lehet ülni. Jó, oké. Gondolom először kapok egy pacit, aztán nagyjából annyi lesz majd. Hova már ez a hülye istáló? Ó, megvan a temető. Napos sírja, remélem itt van. Tele rózsával, meg koszorúkkal. Jó, mondjuk nem itt temették el, azt értem, csak napostak minden egyes temetőbe kérek egy sírt onnantól kezdve. Hopp, megjöttük. Ott a paripa. Szevasz, paci. Segbe tudlak verni a fakarddal? Nem. Még szerencse. Azt a micsoda káboly a csávó. Ki vagy? Iduf! Hello, Iduf!
Örültem. Méltó vagyok, hogy meglovagoljam. Kicsodát. Az én kedvenc bajnokom. Hogyha valami történik vele, akkor te leszed a felelős. Most már X-el, igen, mount menü, és ott ki tudjuk választani. Kicsodát? Mondom, nem a legalján lesz. Joshua a ló. Én is pont ezt nevetettem volna neki, Joshua. Itt is van a kis pacika. Még helikopternek is lehet használni, ha szeretnénk. Kettes movement speedje van. Erős és lojális. Van egy testvére, Jeremy, ez nagyon fontos egyébként, és őt ki is választottuk Mountnak, így akkor Z-vel talán, hopp, Joshua, téged választalak, ott van, hogy megy Joshua, nem csak, hogy gyorsan futunk, de már lovagolunk is, igazi csedek vagyunk, komolyan mondom. Na, most már magas lóról beszélhetünk, hát nem, mert így nem tudok beszélni, jó, leszállok. Igen, Nerva, mi a következő lépés? Segíteni fogunk nekünk a felfedezésbe, gondolom gyorsabb lesz. Most menjünk a misztikus boltba. Aha, veszünk magunknak egy kis misztikusságot. Hopp, te ki vagy? Szevasz. Civil. Engineer. Oké. Okay. Azt hallottam, hogy egy nagyon híres várnet van a másik városba. Azt mondják, még az alienek is abban a várnetben játszanak. Vajon az alienek mikor jönnek ebbe a városban? Nagyon jó kérdés, civil barátom. Ne akard, mert annyi SP-t kell majd farmolni, mint az állat. Hol van Nerva? A francba. Nézzük csak, misztikus bót. Melyik lehet? Á, gondolom csak az. Más nagyon nincs. Itt az első sarkon jobbra. Közben sötétedik meg minden. Aha, ó, mi az ott? Egy láda. Nehéz volt észrevenni egyébként. Akkor a kulcsuk van rajta, mint a ház. De nem nagyon akar kinyílni. Oh! Mi is oda dolcsok vannak? Szép. Azt a cangát nem tudom elkötni. Egy jó zöld cangán, nem? Akkor lóval menjünk. Gyere! És már hasítunk is. Hoppá, itt is egy beszélgetés. De mit szeretnél? Úgy hallottam, valaki a saját kezével győzött le egy yetit. Hát igen. Ott voltam. Na nézzük csak, ott is egy láda. Akkor valószínűleg ezeket majd valahogy ki lehet nyitni, csak most még nem tudjuk. Ott is volt egy beszélgetés, de most sietnünk kell. Nézzünk csak, Mystical Store. Igen. Itt tudunk vásárolni, eladni. Putikat árul ez a choice. Különböző effektekkel. Healing buffok és még stb. Itt pedig kardok, páncélok, amiket LP-ért tudunk megvásárolni. Vajon mennyi lehet? Gondolom nem olcsó. Ő pedig ilyen különleges tárgyakat árul, amik különböző missionökhöz lehetnek szükségesek. Oké, át tudunk költözni. Rengeteg bolt van a városban, de rengeteget bezártak az incidens miatt. Mert még nem tudjuk, hogy micsoda, de akkor valószínűleg, hogyha megoldjuk majd a dolgokat, akkor új boltok lesznek. B-bag. Ha, ja, inventory. A három kategóriában. Oké. Okay. Na nézzük csak. Valami jó kardot adjál nekem. Még szerencsejáték. Érted? Még meg se érkeztem, de már előkapja a pult alól a kaparóst. Pff, mennyibe kerül? Nullán van. Hát, igen, mondjuk ez így. Common chest, uncommon. És csak pörgetéssel lehet. Takarodj. Oké. Okay. Mi az a billentyűzet? Billentyűzet táska. Oké, okay, akárhogy is. Ez még nem nekem való, és lehet, hogy a jövőbe se. Itt vannak potik, kicsi, nagy, közepes. Ennyi egyenlőre. Gondolom lesz majd több is. Delicious meat, és égetett tömjén. Aha, az mindig jó, ha van nálunk az utazásaink során. De most szerintem kihagyhatjuk. C-vel van a különböző skill-ek, achievement-ek, minden. Mi van veled, achievement? Hehe, lesz itt vadászni. Hoppa! Mi ez a kung fu mester? Jó napot, mester úr! Itt tudok verekedni tanulni? Lehet, különböző skilleket a dojo-ba. Aha, igen. Normál és ultimate skillek vannak. Level up-pal tudunk új skilleket tanulni. Két tevóna. És akkor ezek az ultimate-ek, gondolom. Demon Slash! Meg Holy Wrath. Aha, és ebből egy lehet, a simából pedig három. Egyelőre még nem nagy a választék, de gondolom lesz majd egy pár. Ez az első, amit nullába kerül, ezt meg tudjuk tanulni. Demon Trust. Damage 525%, nem rossz. És 10-es CD-je van. Oké, okay, akkor ezt behúzzuk. Yes. Jó, akkor ezt bedobjuk. Equip. Igen. Wow, new skill, let's try it out. Most már készen állunk az első missionünkre. Köves, hallottam, hogy valaki bejelentette, egy civil, hogy megtámadta a házát egy misztikus lény. Oh my god, egyből oda kell menni a brutál fakardommal. Meg lehet ezeket csapkodni? Igen, 10-12. 12 az nem tudom, hogy crit vagy, csak simán néha kiadja. Nem, az a
harmadik ütésem mindig. Aha, 1-2-3, 1-2-3. És mi a skill? Pif! 52! Apukám! Akkor az, hát igen, százalékban annyi. Jó, akkor azt azért megéri használni, és ide majd mindig visszajöttünk megnézni, hogy mennyi lett a damage-ünk. Viszlát, Pesterre! Megyek megmenteni a világot? Úristen, de hova? Onnerva, hogy tudsz te mindig eltűnni? Hopp! Szerintem az lesz az, igen. Itt a főúton el kellett picikét lovagolni, nem annyira messzire. Figyelj, szerintem nem valami misztikus élőlény volt, hanem a fodrász támadta meg, mert már őt bántotta ez a hajzat, amit visel. Na mondjad, Nerva, mi legyen? Próbáltam beszélni a lényel, de nagyon godosz. Bízhatunk az új Supernatural detektívükbe, Dave-be? Ne aggódj, még ha Dave újonc is, nagyon jó. Persze. Hol a lény? Aha, azt hiszem látom, mik ezek, valami zombik? Ja, valami hasonló. Vagy csak a helyi kocsmát keresték, csak nem találtak oda. Jövök én. Húha, már... Persze, itt szurkoljatok, én majd legyőzöm őket. Azért véletlenül se segítsetek mondjuk elterelni a figyelmüket, hogy valami egyes skill, bam! Most ez örült annak, hogy leszúrtam, vagy fájt neki? Te azt mondtam volna, hogy yeah boy! Chat! Easy! Alig sevezzek egyet. Á, hogy ez a neve, hogy Orfa. Na, Orfa, meg vagy mentve. Thank you so much, nincs mit Orfa. LP-vel igazán ki lehet fejezni, hogy mennyire vagy hálás. Most már átpedig az első teszten, mehetünk Nerva után. Ő meg így... Nagyon örül. Hoppá! Mi ez a házikom? Csak nem az én házikom. Így, de aranyos. Ez a kulcs a házadhoz. Vannak... kardok, armorok. Na, akkor még alapfelszerelés is kapunk. És ez a detektív badge-ed. Ó, még kitűző. Ez mutatja, hogy közéjük tartozunk. Hogyha ráérsz, akkor gyere az office-ba mission-ökért. Kapcsolatba lépek majd veled, hogyha kell a segítséged. Az az érzésem, hogy valami rossz dolog közeleg. Na jó van, Nerva. Én megyek, szunyálok egyet. Kösz szépen. Micsoda, mystery points, to get a weapon, mounts, armor, igen. Mi van? Kaptam egy rewardot, ez mind, jó ég. Ja, ez a lila, ez kapok a achievementekért is, tehát ez a MP, ez az LP, new by badge, igen, detective badge, egyszer mindent, és az alap kék kis rucink, meg bronz kard, a gyémánt kardra fáj a fogam már most. Várja, hol van? C. Igen, akkor nem, akkor B, és... Halló, hol a páncélom? Lehet a házba kell felöltözni? Megnézzük. Ó, micsoda kégli, figyeld már! Egyből tévé, meg minden. Kis-kis olvasószoba, mi ez a varázslóasztal? Book of Knowledge. Aha, akkor itt tudjuk a skilljeinket menedzselni, meg kezdve ugyanúgy tanulni is, szóval nem kell menni a mesterhez. A sminktükör, persze az mindig kell. Itt bőrszínt tudunk váltani, meg gendert. Jó, ez erre nem lesz szükség. És itt a wardrobe, amiből fel tudunk venni, igazából mindenből egyet. Így, de szép fiú lettem. Hát most már elmehetnék valami kukásnak itt a környéken, vagy valami. Tehát, hogyha leveszem a kardot, akkor -1 attakot ad. Hát ez a bronze sword azért nem a világ legjobb kardja, de el kell kezdeni valahol. Így akkor most már 11-et ütünk, harmadik ütésre gondolom 13-at. És akkor a skillünk pedig százalékosan növekedett. Oké, majd még nyakláncot tudunk felvenni, de azt még találni kell. Mint hogyha nagyon kitaláltuk volna a szettünket, csak nem szólt senki, hogy szarul néz ki. És most már 110 HP-nk van. Micsoda ágy, itt tudunk aludni. Még nem tudom pontosan mennyi az idő. Ó, ott a bal felső sarokba. Most éppen jön fel a nap. Oké. Akkor most nem kell alukálni. Erre felemik vannak. WC, kád. Hát ez csak így van. Mutatóba. Hűtő. Gondolom üres, azért nem lehet kinyitni. És hogy mentek? Alvással vagy? Folyamatosan mentem úgy. Ó, ki is lehet választani, hogy meddig alszok. Na, akkor egy órácskát horkolunk. Na, akkor mehetünk küldetésért. Meg mondjuk előtte körbenézek itt az udvarba, és hoppá, figyeld már, felfújatos medencét. Na, hagyj ugorjak már benne egy seggest. Nem á. Aj. Ez... Ez én meg itt a kulcsra gondolok, érted? Hogy meg biztos ki kell nyitni. Szét kell csapni a rákba. 48 LP. Amúgy, várjál,
mennyi is volt a pörgetés? 10 000 van, hát elfelejtettem, hogy mennyi volt a pörgetés, de amúgy lehet tudnék már egyet így pörgetni. Császomszéd, nagyon ki szeretném próbálni azt a híres bakszót. Tudsz valamit róla? Á, semmit igazán. Az a bakszó annyira, hogy még a zombik is oda járnak azt tenni. Mindeközben itt csak az agyunkat akarják megenni. Hát látod, itt is kell egy bakszostand, azt akkor egyből biztonságban leszünk. Ó, jó pár küldi van, ott 2, meg ott is lent 1. Ha, meg most már van olyan bolt is. És ott lent van egy kovács is. De most menjünk oda vissza abba a boltba. Pörgetni akarok. Ott is egy láda. Abba. Ó, az micsoda? Small Red Potion, és ebbe 154 volt. Akkor azt random dobja, vagy mi alapján? Még kitapasztaljuk. Csak most se ide nekem valami... Itt... Kard az nincs? Nem, itt csak armorok vannak. Na mindegy, valami menő fölsőt 4000-es uncommon spinnel. Menjen! Biztos vagy benne? Ja! Nyomjuk! Tuti meg fogja érni! Azt, ami... Micsoda elegante megjelenés! És ez most nekem jó vajon? Na már egy commont meg tolok a többiből, mert nem akarom nagyon nullára vágni magamat. Ott lett volna a jó sapi! Meg mellette a még jobb. Akkor az uncommonba biztosan uncommonok vannak, viszont ebbe ilyen szerencse alapú. Hát látszik, mennyire vagyok szerencsés. Igen, persze, csak a szokásos. Egy jó csuka. Ott is ott vannak a kékek, de... Közelebb volt a másikhoz, csak mondom. Fel lesz jelentve, info. Ja, aha, 1% a rare-re, 9% az uncommonra és 9% a commonra. És ezek lehetnek benne. Aha, majdnem a pumpkin shoe volt, érted? A leg... utolsó rare. Ó, a francba. Na meg egy tatyit. Hát ha abból kijön valami, aminek van is értelme. Hát nyilván nem, blue backpack, hát ilyenem van. Zseni. És itt egyből át is tudok öltözni, igen, itt egy wardrobe. Figyelj, ez amúgy annyira nem rossz, armorba hozzáad 0,05-öt. Wow! Figyelj, az is valami. Felvesszük. Ott egy kis naci. Ami nem jobb, mert ugye a jelenlegi felszerelésem uncommon, tehát igazából az összes uncommon cucc ugyanannyit ad, és az összes common is ugyanannyit ad, gondolom a rérek is. De legalább már végre nem úgy nézünk ki, mint hogyha ránk borult volna egy 100 liternyi kék festék, akkor mehetünk. Ja, várjál, még a sárga lépőt felveszem. Hoppá, hogy meccsel a sapinkkal? Nagyon jó, várjál, ez a sapink vagy a hajunk. Hopp, itt egy küldetés, itt áll a... WC Dolan előtt. Oké, hát itt csak kérnék egy csokis séket. Jó detektív, tudsz nekem segíteni? Hát persze, elfogyott a buci. A kiszállító fiú megbetegedett, tudná nekem segíteni kiszállítani a kaját? Ó, hát milyen feladat ez egy mystery detektívnek. Kinek nézel engem? A Swordmaster mellett van, ahova ki kell szállítanunk a kaját. Borgért viszünk. Az a kedvencem. Mi ez itt? Ó, azt hittem bakszozó, de ramen seller. Egy jó ramen 400, nem kösz. Amúgy gondolom az is heal. Na várjál, most jelzi, hogy hova kell vinnem, vagy... Nem úgy tűnik. Tök jó, hogy a kardárust kerestem, és nem is találtam meg. Hát gondolom, akkor lehet az alsó kovács lesz az. Nézzük csak meg. Aha, kis kovács műhely. Szevasz, szevasz. Ó, ott mi van, kis pajtás? Borgir. Borgir. Ja, az nem a burgernek a neve, hanem a csávónak, akinek vinni kell. Borgir. Borgir. Ki food? Parancsolj, Borgir. Jó, hát szegény. Nem teljesen százas, de... Nem szabad ezért utálni. Swordsmith. Oszta, mi az a katana, te? Jézusom, 8000 a pörgetés egy kardra. Hú, de mondjuk megéri, van egy baseballzütő, bronzax, miket dobhat? Mace, machete, stone axe, wooden cab, lollipop. Mik azok a kardok, te? Creature Bane. Ez pedig az epic, ez az 1%-os varázslobot meg minden, azt hiszem minden itt. Hát ez 8000 rész, fájdalmas lesz majd. De mennyit kapunk most az étel kiszállításért? Meg nem is tudom, hogy fizettek-e. Most megyek vissza, meg itt van egy felkiáltójel itt a sikátorba. Hopp, igen.
Jó ég. Ki ez az őrült tudós? Mit szeretnél? Doktor Alig. Alig. Te is ilyen supernatural detektív vagy? Fura, mert először látlak. Ó, szóval most már te is közéjük tartozol. Ő a város tudósa. Egy tudós egy városban tele misztikummal. Milyen váratlan, ugye? Hát igen. Csak te csináltál mindent. Segítségre van szüksége. Hozzik el neki spirit powdert. Aha. És add majd valamit cserébe. Oké, spirit powder. Hát én ezt tudnám, ott az őt felkiáltója, szóval a kaját vissza kell majd vinni. Hát... jó van, majd találunk olyat. Kivittem a kaját, kösz szépen. Wow! 50 LP és 25 XP. Na jó van, Dávid balra el. Nem vagyok én volt futár, hagyjál már békén. De ahogy láttam, még lehetett volna nála tovább nyomni. Gondolom az akkor fontos, hogyha éppen mondjuk... nullába verem magamat, és mondjuk ez egy gamebreaker dolog lenne, és akkor gyorsan ki kell onnan jönni, arra hasznos lehet, de akkor jövünk valami igazi detektív munkát felvenni. És ezt a recepciós kicslány adja nekünk, egy új task, ráérsz? Ja, nyomjuk. Journalban már ott is vannak a részletek, és majd gyere vissza a füzetésed ér. Ez kérlek szépen, ez a tudósnak a küldje, mi alapján vannak itt a nézék? Kategóriák. Lehet, hogy valamelyik a fő küldi, valamelyik mellék küldi. Ezt kaptam most. Supernatural Detective Task. King of Tuyul-ból kell 3-at ölnöm, és Annabelle-ből 2-t. Jó. Gondolom, itt végtelen ilyen verekedős, meg ölős küldit tudunk felvenni, de ilyeneket hol találok? Már nem azért. Itt a városban azért ilyenek nagyon nincsenek, mármint az előbb volt, de akkor küldi által. Jó, még ez nem jártam be az egészet, de nagyjából... ó, ott van olyan, hogy erdő. Lehet, hogy akkor arra lehet elmenni ilyen ölős helyre. Nézzük csak meg. Oké, hát hasznos lesz majd a gyorsabb ló. Azt már érzem. Aha. Egy nagyon gyanús alagúta semmibe. Meglátjuk, hogy hova kerülök. Ez egy másik város. Ha, ott is van egy wardrobe, meg egy küldetés. Aha, ez akkor nem ház. Ó, oh, csá, Gandalf. Uba. Uba a mágus. Sábele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 bel
a gonosz szörnyektől. De elcsúsztam egy banán héjon, és megfajdult a hátam. Ó, uba. Törött háttal nem tudok ellenük harcolni. Hát uba, szerintem a kórházba kéne lenned, de mit ácsorogni törött háttal, de ahogy gondolod. Szóval kérlek, győzd le helyettem is őket, meghálálom majd. Oké. Jó, hát nem tudom, hol vannak. Akkor ide be tudok menni a házadba? Nem. Akkor hol van ez a szekrény? Á, itt hátul. Egyedre most nem kell. Szavasz! Az ott mi? Egy tojul! Te rohadék! Hány szó... loptad el a pénzemet? Hűha, neki aztán már több a HP-ja. Jó, 13-at ráverünk a második ütéssel, valóban. Spirit Powder. Ez volt a küldetés. Nagyon jó. Puff! Hát itt ez már nem egy hitel. Bőven van egy 100 HP-ja, de eléggé győzhető. És hogy kellene védekezni? Jaj! Dodzsoljak, amikor üt. Valszeg, hát csak utána nem lenne rossz, hogyha én is ütnék. Visszacsapunk egyet, és már kapja is. Négyet sebez? A francba. Spirit Dust. Aha, várja. Tehát akkor van kettő Spirit Powderom és egy Spirit Dustom. Ami más. Jó. És eléggé gyorsan vissza is spavnolnak. Szóval lehet őket farmolni, mint az állat. Várja, üt. Eldodzsolok. Vissza. És utána meg szétgyepáljuk. Nagyjából. Csak ez nem King tujul, hanem ez csak sima tujul, szóval a másik küldink az így nem megy. Á, itt van az Old Man-nek a kérése. Red Banas Patit kell ölni, négyet, Pokongot kettőt és hat zombit. Gondolom akkor ezek itt spawnolnak, ugyanúgy, mint ezek a kis tujulok. És meg kell találni, hogy hol, ez micsoda, ez valami dungeon lenne? Detektív, hey! Tudsz nekem segíteni? Misztikus aktivitás van ebbe a barlangba. Szörnyek vannak oda bent. Segítene nekem elintézni? Persze! Ja, akkor ez tényleg az. Welcome to the dungeon. Defeat all enemies to clear the dungeon. Aha, akkor tipikus dungeon igazából. És hogyha kiütjük a dungeont és nem halunk meg, akkor megkapjuk érte a nagy jutalmat is. 24 óránként egy dungeon tudsz beadni. Na, figyelj, ez most pont az első 24 órám, szóval ezzel nem lesz baj. Mindenképpen beúzzuk a napi dungeont. Hopp, ott a zombi.
már megy is a küldetés. Mint a több HP-ja lenne, vagy csak én ugrálok itten túl sokat, fölöslegesen. Paf, 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 dead. 10 XP, ennyi level up-olok, nagyon jó. Csak be is számolta, gondolom. Be. 1/6 zombi. Mondom, akkor ez a King Tujul, ez ilyen főboss lesz itt, vagy valami. Meglátjuk. Fél HP. Ja, azért kemény, kemény. Ó, ott a level up, Monster Bone. Kilútoltuk 2000 LP és 10 Mystery Point a szint lépésért, gondolom. És akkor most tudnánk új skillt tanulni, ha ott lennénk, de nem ott vagyunk. Daily Quest, Burger Order, Hot Dog Order, Supernatural Detective Task, Old Man Request és Strange Enemies, tehát mindegyik ilyen napi küldi szinten működik. Aha! És gondolom, ha mindegyiket megcsináljuk, akkor egy bazinel rewardot kapunk. Értem, mi ez a pillangó, vagy tündér? Hát nem túl veszélyes, ő éppen beszélget valakivel. Felfedeztük a tündért, és bekerült a könyvbe. Aha! Itt van például a zombi, látjuk, hogy mit tud, mit dob, és itt van a többi. Hé! Napos! Mit keresel ott? Te vagy a fő boss! Okay, hát majd meglátjuk, de... Hú, hát vannak itt azért dolgok. Goblin, Csubakka... Na várj, mi a neve? Green... Valami. Meglátjuk. Hát tündér barátom, te elég gézi vagy. Másnapos, azt se tudja, hol van szegény. Nem is probléma, 4/10 ott a térkép alatt térje is. Annyit kinyírtunk a napi dungeonből. És 9. Aha, egy hiányzik. Ilyen lootok ideben nincsenek? Hát nem úgy tűnik. Az mi az a lila kutya? Úristen. Hát gondolom, akkor ő a dungeon boss. Gyere! Szétkaplak, tír az arcába. 24-et sebez. Az nem annyira fincsi. Jó, igazából a dodzsolásom közben nem nagyon tud megsebezni. Hát, ez fantasztikus volt. Szóval működik ez az eldodzsolók, visszajövök, ütök. Ja. Nem rossz. Meg hát oldalra kéne dodzsolni, és akkor nem kéne annyit visszaszaladgálnom. Na. Potit ilyenkor tudok harc közben vajon? Nem is tudom, de nem is kell, mert már meg is halt. 500 LP, 104 XP, 2 Mystery Point, amúgy nem rossz, az 500 LP, az már valami, és szörnyű fogat kaptunk, hát így az is meg kell valami küldihez, de azért az a 8000, az még így messze lesz, hogyha így haladunk, mennyi van most? 6008, hát jó mondjuk. A kezdőpénzünkből még maradt az évon ilyen közel viszonylag, és akkor ma már nem is tudok visszamenni. Ja. Üha! Mi az zogra oda bent? Szerintem keményen kikloffolna, hogyha bemennék oda. Nem tűnik ennyire bizalomgerjesztőnek, és nem is küldi most egyik olyan sem. Hát akkor itt van még mit felfedezni. Ez így is lesz, hogyha nektek is bejön a játék. Szerintem tök jó pofa... Ott van egy hülye kutya. Kettő is. Jöjjöjjöjjöjjöjj. Valóban nagyon más, mint a Baxo meg a Varnet, de nekem úgy átjön, mert tök jó, hogy itt vannak a karakterek, rengeteg visszautalás van, így az univerzum valamennyire adott, meg hát már látjuk, hogy napossal kapcsolatban is lesz valami, szóval ez már így köt hozzá, ami meg hát egy ilyen kis verekedős felfedezős. Ki tudja majd még a sztori is, hogy alakul. Szóval én szívesen folytatom, hogyha ti is így gondoljátok. Ha így gondoljátok, akkor mindenféleképpen jelezzétek egy lájkkal, és ha mi nem tettétek volna, meg iratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok a csapatba. Na, sziasztok!